Egy infokommunikációs cég mit keres egy mezőgazdasági tudományos konferencián? Lajos Mihály arra kért, hogy beszéljek egy kicsit a jövőről, és a digitalizáció a legtöbb iparágat át fogja alakítani, így a mezőgazdaságot is. Az Ericsson pedig, mi a telekommunikáció területén vezető, piacvezető az 5G felé, az 5. generációs hálózatok kiépítésével foglalkozik, ezért van mondani valónk ezen a területen. Mit tud ön mondani, mit tud ön tanácsolni a mezőgazdasági dolgozóknak, a mezőgazdasági termelőknek, hogyha itt az informatikát nézzük? Több szó esett ma a precíziós gazdálkodásról. A precíziós gazdálkodáshoz a digitalizáció elengedhetetlen, és az is elengedhetetlen, hogy előbb-utóbb összekössük különböző szendorokkal a mezőgazdaságban, a termesztésben, az állattenyésztésben azokat a területeket, dolgokat, ami révén sokkal precízebben, sokkal részletesebben, sokkal jobban kontrolláltabban és nagyobb termés átlagot elérve tudnak gazdálkodni. Ugye a mezőgazdaság az vidéken zajlik, ott történik. Nagyon sokszor van úgy, hogy nincs elég térerő mondjuk egy adott területen. Ön hogy látja, hogy mikorra éri el lefedettségben Magyarországon ez a rendszer azt, ami lehetővé teszi az ilyen jellegű munkát, amiről itt beszélünk? Magyarországon már megszoktuk, hogy a mobilhálózat lefedettsége az szinte az egész országra vonatkozik. A mobilhálózat arra is képes, hogy ezeket az eszközöket, szenzorokat, úgynevezett IoT dolgok internete eszközöket is összekösse. Tehát tulajdonképpen már ma is létezik ez a lefedettség. Ráadásul az a jó hír, hogy ezeknek a speciális technikáknak a segítségével sokkal rosszabb lefedettségi területeken is tudnak működni, mint általában a mobiltelefonok, akár 10-szer gyengébb térerősség esetén is. Tehát nem fog előfordulni, hogy hopp, itt egy luk, és akkor leáll az egész rendszer? Nem, abszolút nem. Ráadásul ezek nyilvánvalóan eléggé megbízható rendszerek, tehát ha az egyik éppen nem működik, akkor az átszerzi egy másik helyettet.